Nem csak a mezőgépimportőrök, de az agrárium összes szereplője is türelmetlenül várja már az idei agrárköltségvetés eszközének felhasználását meghatározó minisztériumi rendeleteket. Az új agrárbüdzsé 30 milliárd 300 millió dinárt tesz ki, amiből támogatásokra mintegy 26,5 milliárd dinárt szánnak. A minisztérium szerint a tavalyinál 50%-kal több pénz jut majd a gazdaságok támogatására. Míg mások arra hívják fel a figyelmet, hogy miután a tárca január végéig kifizeti fennmaradt 2011-es kötelezettségeit, a költségvetésben alig maradt több pénz a tavalyinál. Üdvözöljük a megnövelt agrárbüdzsét, de ismételten kihangsúlyozzuk, a központi kérdés az, hogy miként fogják szétosztani. Az elosztás ne legyen egyoldalú, pontosabban mindenki részesülhessen belőle, köztük a kistermelők és a szövetkezetek is. Hiszen a kistelepüléseken a szövetkezetek a termelés egyedüli szervezői, és nekik is nagy szükségük van a segítségre. A minisztérium idén is folytatni fogja a tavaly prioritásként kiemelt állattenyésztés támogatását. Ezen kívül nagy hangsúlyt kívánnak fektetni az öntözhető földterület növelésére. A bejelentett intézkedések mind elfogadhatóak, hiszen az elhanyagolt helyzetben lévő mezőgazdaságon lendítő minden lépés hasznos. Azt kellene újjáélesztenünk, amivel a 60-as, 70-es években már rendelkeztünk. Meglehetősen borulátó vagyok azzal kapcsolatban, hogy mi fog ebből megvalósulni. Attól tartok, választási év lévén populista módon költik el majd a pénzeket. A tárcánál azt mondják, először a tavalyi évről fennmaradt tartozásaikat törlesztik, és csak utána, várhatóan január végén jelentetik majd meg a 2012-es évi támogatásokra vonatkozó rendeleteket.